Az Entente Floral Europe, vagyis az Európai Virágos Városok és Falvak versenye egy európai szintű megmérettetés falvak, városok, közösségek és köztestületek számára. 1975 óta létezik, és jelenleg 8 európai ország vesz részt benne. A kezdeményezés évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvend, és közel 350 települést mozgat meg minden évben. A verseny programjainak és eredményhirdetésének ezúttal Székesfehérvár ad otthont. 2022-ben a nemzetközi megmérettetésben, miután országos első lett Székesfehérvár, nemzetközi megmérettetésben aranyminősítést kapott a város, és ezen kívül egy külön díjat. És ezzel kvázi a megrendezésnek és a díjátadásnak a lehetőségét is megnyerte a város 2024-re. Ez azért nagy büszkeség és nagy dolog a város életében, mert tulajdonképpen 160 kertészeti és turisztikai szakember érkezik a városba. A kezdetek óta sokat változott a világ, már nem a közterek szépítésén van a hangsúly, hanem inkább a közösségek élhetőségén, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodáson és az egészségfejlesztésen. A verseny célja tehát most már a vonzó településképek kialakítása, a fenntartható fejlődés és a közösség építés jegyében. Maga a díjátadó és hozzá nagyon sok program itt kerül megrendezésre szombaton 14 órától egészen 17 óráig a Sóstói Stadion külső kerengőjén, illetve ugye maga a rendezvényterem fog otthont adni a nemzetközi díjátadónak az esti órákban, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit most nem egy foci mérkőzésre, de mi úgy gondoljuk, hogy egy nagyon szép séta és az európai faluban közel 11 városból és 9 régióból érkeznek, és ők mutatkoznak be. Fontos szempont, hogy a városok és falvak lakóinak életminősége javuljon, a környezet tudatos gondolkodása mindennapjaik szerves részévé váljon. A megmérettetés a természet és az épített örökség megőrzéséhez és gyarapításához is hozzájárul. Nagy örömmel várjuk a vendégeket mindig Székesfehérvárra látogatókat, különösen nagy örömmel, mikor külföldről, sok országból sokan látnogatnak el hozzánk, és a városunk legszebb arcát tudjuk megmutatni. Itt a Sóstó természetvédelmi területen, a látogatóközpontban a nagy napon nyitva tartunk, kollégáim várják a látogatókat, természetesen fehérváriakat is, akik remélem már jól ismernek bennünket, és kihasználjuk az alkalmat, hogy minél többet meg tudjunk mutatni a város. Az Entente Floral Europe megmérettetésen 2024-ben összesen 7 ország 11 települése mutatkozik be, a két magyar város Debrecen és a Zalakaros mellett, a szlovéniai Velenje, a Romániában található Csíkszereda, a Szlovákiában fekvő Farkasd, az írországi Kárló és Balinahaun, a németországi Mainheim és Höxter, valamint a cseh Piszek és Horusice. Az eredmények kihirdetésére és az elnyert minősítések átadására tehát szeptember 7-én a Székesfehérváron megrendezésre kerülő díjátadó gálán kerül sor.